Sziasztok! Szeretném nektek megmutatni Magyarország legnagyobb infrafűtés bemutató termét. Gyertek, nézzük meg! Amikor megérkeztek hozzánk az üzletbe, itt egy fiatal hölgy fog titeket verni. Az a feladata, hogy udvariasan leültessen titeket, és megkérdezz, miben tud segíteni. De addig is meg tudjátok nézni a következő dolgokat nálunk. Itt a várakozó részen vannak kitéve fűtőpanelek. Ezekről annyit érdemes tudni, hogy ezek is elektromos fűtések, kiegészítésként nagyon jó egy lakásban, de főfűtésként nem szoktuk javasolni. Amivel még találkozhattok, a kolléga mellett, mögött, ugyanígy fűtőfólia van, infrafűtés. Ugyanezzel találkozhatok a mennyezetnél, ami látható, és ő alatta szintén van fűtőfólia. Ez azért lehet érdekes nekem, mert hogyha többen dolgoznak itt az adott légtérben, az adott bemutató teremben, de nem mindenki szereti ezt a meleget, vagy valaki kevésbé szereti a meleget, saját maga tudja vezérelni ezekkel a termosztátokkal, hogy mennyire legyen neki melege. Most megmutatom nektek a bemutató terem további részeit. Itt a sorokban találjátok a tárgyalótermet, ahol ki van alakítva a mennyezetfűtés és a padlófűtés. Külön tudjuk ezeket vezérelni. A sarokban helyezkedik el Moncsi, az egyik legkedvesebb, legügyesebb értékesítőnk. Amikor érkeztek hozzánk, és hozzátok a kis tervrajzotokat, ő fogja megnézni pontosan, hogy hogyan lehet megtervezni egy fűtésrendszert. Ki fogja kérni tőletek, hogy mit szeretnétek, milyen adottságai vannak az ingatlannak, mi az, ami pontosan a ti elvárásotok a fűtésrendszerrel kapcsolatban, és ennek megfelelően el fog készíteni egy műszaki javaslatot. Hogyha nincsen Moncsi, akkor a következő értékesítőnk az itt szokott tartózkodni. Ő megint nagyon ügyes. Előfordulhat, hogy a Moncsi az kimegy helyszíni felmérésre, pont azért, hogy a lehető legjobban tudjon segíteni nektek. Az ti ingatlanatokban megnézi a lehetőségeket, és ennek megfelelően fog tudni segíteni. De a Sziszről annyit érdemes tudni, hogy az itteni kolléganőnkről nagyon fázos, ezért van neki szintén mennyezetfűtése, padlófűtése, és még itt a falban is van benne neki fűtés. És ha megnézitek, igazán csajos is termosztátja van, ez itt egy pink színű termosztátot tudja az egészet vezérelni. Időközben visszaérkezett Moncsi így a felmérésből, és megmutatom nektek. Ő az. Sziasztok! Most pedig megmutatom nektek, hogy milyen egy infrapanel, mélyén is van nálunk a bemutató teremben. Például egy infrapanel. Ez azért fontos, mert nagyon gyakran kérdeztek tőlük, mi a különbség infrapanel és fűtőfólia között. Itt meg tudjátok nézni pontosan, hogy mi a különbség közte, ki tudjátok próbálni. Ezért is érdemes bejönni hozzánk. Most pedig szeretnélek titeket meghívni a bemutató teremben. Köszönjük helyet! És várjuk titeket egy ingyenes konzultációra. Sziasztok!